János evangélium a 6. fejezet 47. versétől olvasom Istenünk igéjét. Kísérjük figyelemmel Isten igéjének olvasását. Bizony-bizony, mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az életnek kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltok. De itt van az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy az ember egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok am az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, él örökké. És az a kenyér, amelyet én adok, az én testem, amelyet odaadok majd a világ életéért. Tusakodtak azért a zsidók egymás között, mi módon adhatja ez nekünk az ő testét eledelül. Jézus így szólt nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Amint az élő atya elküldött engem, és én élek az atya által, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez a ma kenyér, amely a mennyből szállott alá, s nem az, amelyet a ti atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket mondta, amikor tanított a kapernaumi zsinagógában. Urunk, a te beszéded lélek és élet. Úgy szeretnénk, ha számunkra valóban azzá válna, megértve a te szavaidat, és nem megbotránkozva tovább mennénk, hanem épülnénk szentséges hitünkben. Szentlélek által adj világosságot a mi bensőnkben. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Ugye mindannyian tudjátok, hogy az Úr Jézus sokféleképpen tanított. Valamikor könnyen megértették a tanítását, még a gyermekek is megérthetik könnyedén. Elég az, ha utalok a tékozló fiú példázatára, olyan egyértelmű, világos tanítás. De vannak az Úr Jézusnak olyan tanításai is, amelyek nehezebben érthetők, és nem fogták fel annak értelmét. János evangéliumában különösképpen kitűnik ez, mert találkozunk a félreértés motivumával. Amikor is nem értik Jézus Krisztusnak a mondatait, üzenetét, tanítását. Ilyen volt az, amikor az Úr Jézus beszélt Nikodémussal az újjászületésről. Nagyon egyértelműen beszél az Úr Jézus, bizony-bizony, mondom néktek, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Izrael tanítója, testiesen gondolkodva azt mondja, vajon bemehet-e az ember az anyja méhében, ha már egyszer vén, megszülethetik ismét? Nem érti. Éppen úgy, ahogy félreértette Jézus szavát a samáriai asszony is. Amikor az Úr Jézus azt mondja neki, ha ismernéd az Isten ajándékát, hogy ki az, aki kér tőled vizet, te kértél volna tőle élő vizet, és én adott volna neked élő vizet. Azt mondja, hogy Uram, hát add nekem ezt a vizet, hogy ne kelljen minden nap ide járnom. Szegény asszony, nagyon csoda vízre gondolt.
Jákob kutyától nem látja az életvizét, Jézus Krisztust. Olyan testi sikon marad csak, testiesen gondolkodik, és nem fogja fel a lelki üzenetét annak. Ezt látjuk itt ebben a történetben is, hogy az Úr Jézus beszél az életkenyérről, és a sokaság pedig nem érti, megmarad a testélyes gondolkodásnál. Hogy jobban megértsük ennek a kijelentéseknek, amit az Úr Jézus mondott, az üzeneti tartalmát, próbáljuk megjeleníteni az egész eseményt, hiszen az Úr Jézusnak egy-egy ilyen jellegű kijelentése általában bizonyos szituációban, élethelyzetben adódott. Előzőleg ott keleti részen megtörtént az 5000 ember megvendégelése. Csodálatos dolog ez. Néhány kenyérből és halból, ilyen sok ember jól lakott. Galilea népe pedig meglehetősen szegény volt. Az éhes proletár átlátja azt, hogy lám, még csak dolgoznunk sem kell. És mennyi kenyeret kaptunk? Még maradt is. Hát ilyen király kellene nekünk. Milyen jó lenne, hogyha ilyen vezérünk lenne, aki bőséggel ellát bennünket. Nem kellett spórolni az étkezéssel, hogy jaj, kevesebbet eszek, hogy a szomszédomnak, Jóskának is jusson, hanem mindenki annyit ehetett, amennyit akart. Végre. És akkor, amikor királlyá akarják tenni Jézust, Jézus tanítványait, a hajóba szállítja és kényszeríti őket, hogy a túlsó partra menjenek. Jézus pedig fölment a hegyre, hogy imádkozzon. A sokaság pedig észreveszi, hogy Jézus nem megy a tanítványokkal. Majd jön Tibériásból több hajó is, és akkor ők is mennek Kapernaumba, és ott találkozik Jézus ismét azzal a sokasággal, akit megelégített, ha nem is az 5000 ember, de egy részével találkozik a kapernaumi zsinagógában. És ott folyik le ez a párbeszéd, amelyről János evangélium a 6. fejezete beszámol. Az Úr Jézus azt mondja, bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jelet láttatok, hanem ettetek abból a kenyérből. Nem szólnak semmit ők, a hallgatás is igenelés, és az Úr Jézus ezután mondta, hogy munkálkodjatok azért a kenyérért, amely megmarad az örök életre. Ők, igen, hát kellene valami mennyei kenyér, de tudjátok, ők inkább látni akartak, mint hinni. Hivatkoznak a pusztai csodára. A mi atyáink mennyből való kenyeret ettek minden nap. Milyen csodálatos volt az. Te milyen jelet mutatsz, mester? Megpróbálják igazoltatni. Hát te ki vagy tulajdonképpen? És Jézus ekkor mondja kijelentését, hogy én vagyok az életnek kenyere. És utána mondja ezt a botránkoztató, számukra legalábbis botránkoztató kijelentést, aki nem eszi az én testemet, és nem iszza az én véremet, nincsen élet abban. Ezen megbotránkoznak, hiszen a zsidó ember számára nincsen botrányosabb dolog, mint vért inni. Az minden felülmúl. És itt meg is botránkoznak a zsidók, és azt olvassuk majd a fejezet végén, hogy sokan elhagyták még az ő tanítványai is. Igen, kedves testvérek, Jézusnak vannak kijelentései János evangéliumában, amelyben így nyilatkozik meg, hogy én vagyok a, és elmondja, hogy mi.
7 ilyen kijelentés mond az Úr Jézus, és szeretném majd sorra venni idővel ezeket a kijelentéseket, hogy mit is jelentenek. Tudnunk kell, hogy a régi keleten egy-egy istenségnek a megnyilatkozása volt az, hogy elmondta az, hogy én vagyok, és elmondta, hogy micsoda. Ehhez alkalmazkodik az Ótestamentum is, amikor Isten így mutatkozik be, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomból. Én vagyok. Az Úr Jézus is itt tehát egy mesiási önkijelentést tesz. Szeretnénk, hogyha megismernék, hogy ki ő valójában. Többet ismernének meg belőle, mint csak az, hogy ő milyen csodálatosan tud kenyeret adni. Olyan félelmetes dolog, testvéreim, hogy ezeknek az embereknek Jézus ajándéka kell, de Jézus személye nem. Jézus személyét elutasítják. Ajándéka kell. De sokszor így vannak az emberek, hogy igen, az isteni ajándék, az jöhet, mert elég nagy tárházam van, meg elég széles hátam, sok elfér azok. De Isten maga? Nem. Tudjátok, egyszer gyülekezet, gyűjtést rendezett a szegények számára, egy kis elemózsiát, egy kis ruhát, ezt, az, és mindegyik csomagba úgy beletették a Bibliát is. Ugye nem gyülekezeti tagoknak készítették ezt, és az egyik helyre, amikor elvitték, kibontják a csomagot, meglátja az illető személy, azt mondta, köszönöm szépen a csomagot, de a Biblia nem kell, köszönöm szépen. Annyira jellemző ez sokszor az emberre, hogy igen, az ajándék igen, de az ajándékozó, a mindenható Isten, az nem kell. Én vagyok az élet kenyere, mondja az Úr Jézus Krisztus, és szeretném megértetni velük, hogy mit is jelent ez számukra. Az ember ismeri maga az éhséget. Maga az Úr Jézus is ismerte az éhséget, hiszen a pusztában megéhezett. Ismeri az ember tehát az éhséget, jól tudja az ember szükségét az Úr Jézus Krisztus. Bennünk van emberekben az élet éhség. Mi az a valódi élet, amely megelégedetté teszi az embert? Már a kicsin gyermekben ott van az életéhség, amikor ezt a játékot is kívánja, azt a játékot is kívánja, és mindenfélét, és szeretné, a teljesebb élete lenne. Az ember, igen, szeretné ezt a teljesebb életet. Elveszítette, ott van mélyen az ember lénye, mélyén, még megmaradva az, hogy valamikor az Istennel való közösségben éltünk. Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és míg az ember Istennel való közösségben él, nem ismerte az életéhséget és a szomjúságot, mert Isten megelégítette az embert. És ezt veszítettük el, és mi mindent követel az ember, hogy valahogy kielégítse ezt a lelki éhséget, életéhségét. Némely ember a szeretetre éhes. Különösen azok, akik állami gondozottak, akiket nem a szülői házban neveltek. Hihetetlen mértékű szeretetre éhesek.
kielégíthetetlenül éhesek a szeretetre, és bármennyit adna az ember nekik, még mindig nem elég. Hányan éhesek arra, hogy valaki megértse őket? Hogy megértse az én problémámat? Különösen úgy serdülő, kamaszkorban nagy probléma az, hogy nem értenek meg a szüleim az én problémámat, a harcaimat, gondjaimat. És ebből támad sokszor a konfliktus a gyermek és a szülei között. Vagy éppen az idős embert nem értik meg. És az ember ezt az életészséget olyan sokféle módon próbálja kielégíteni. Jeremiás könyve 2. fejezet 13. versében mondja Isten a prófétán keresztül, kettős gonoszságot követett el az én népem én ellenem. Elhagytak engem az élővizek forrását, és ciszternákat ástak maguknak, repetezett ciszternákat, amelyek nem tartják a vizet. Elhagyták az élet forrását. És amikor az embernek nincs Istene, megszakad az Istennel való közösség, az éhség, a szomjúság ott van az emberben, akkor pótlékokat keres. Na ebből adódik sokszor, hogy megpróbálja az életéhségét, életszomjúságát megelégíteni a szexel, és váltogatja az ember a partnerét sokszor, mint ahogy a ruháját váltogatja. Már nem is érdekes, hogy kivel fekszik le. Ő éhes, szeretne megelégülni, de egyre csak szomjasabb, egyre éhesebb lesz. Ugyanez a motivum van tulajdonképpen az ivászatban is. Az alkoholisták nem azért isszák a bort, mert az jó, az élet rossz. És valami módon azt a belső ürességet, azt a meg nem értettséget, talán a szeretet hiányt, és ki tudja még mit, úgy próbálja valahogy, hogy kitölteni. És addig is, amíg iszik, legalábbis egy időre, úgy ezt a belső ürességet, a hiányérzetet úgy érzi, hogy nem érzés, nem feszíti belülről. Hányan esetleg a vagyonban keresik, a pénzben, a vagyonban. Ha sok van, az majd kielégít. Ha nincsenek anyagi gondjaim, jó berendezett lakásom van, nagy pénzbetétem, ó, hát akkor mindenem megvan. Mások pedig esetleg a keleti misztikában, a horoszkópban próbálják az életük értelmét megtalálni. Az Úr Jézus a hegyi beszédben így tanítja a tanítványait. Több az élet, mint az eledel, több az élet, mint ruházat. Nem csak annyi az élet, hogy tele van a pocakom. Nem csak annyi az élet, hogy most szép ruhámat felöltöm. Több az élet. És eljut erre az ember, ez a kérdés, erre a többre. És tudjátok, ezt a többet egyedül Jézus Krisztus tudja adni. Senki más. Ezért mondja ő, hogy én vagyok az élet kenyere. Senki más nem tudja kielégíteni ezt a belső lelki éhséget, lelki szomjúságot, csak egyedül Jézus Krisztus. Augustinus egyházatja mondta, ó Urunk, magadnak teremtettél bennünket, nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned.
ő is olyan sok mindenen átment, meg kipróbált, ennek a világ kutyából nagyokat húzott, de akkor találta meg szívének nyugodalmát, amikor Jézus Krisztusra talált. Én nem tudom, testvérem, hogy te milyen éhségben vagy, hol vannak a hiányaid, csak azt tudom, hogy egyedül Jézus Krisztus tudja azt megelégíteni. Ezért mondja ott az embereknek is, én vagyok az élet kenyere. Figyeljétek meg, hogy nem azt mondja, hogy én vagyok az élet tortája. A gyerekeket megkérdeznék, hogy na, mit kérsz, lányom vagy fiam? Egy darab kenyeret, vagy egy darab tortát? Hát, azt hiszem, hogy a legtöbb gyerek azt mondja, inkább tortát. Hát, jó, hát darab torta, vagy egy jó darab kalács, ó, hát ez nagyon finom dolog. De hogyha három napon keresztül tortát enne az ember, és nem kenyeret, azt hiszem, hogy hamarosan azt mondanám, most ezt már megudáltam, ebből elég egyenlőre, nem kérek. De a kenyeret nem unja meg az ember sohasem, ugye? A kenyeret nem lehet megunni. Az alaptáplálék. Ez az, amire szükség van, és nem véletlen Jézus a kenyeret mondja, és nem mást. És tudjátok, az Úr Jézus Krisztus ezzel szemlélteti tulajdonképpen a vele való közösséget. A Jézus Krisztussal való közösséget. Mert amit én megeszek, az a bensőmben megy, az felszívódik, erőt ad, azt nem veszi el senki tőlem. Megettem az enyém, az egy élet vele. Jézus Krisztus ennyire egyé akar lenni velünk. Nem csupán valami távoli úr akar lenni az Úr, aki ez néha, hogy imádkozunk, hogy na most segíts meg, Uram! Ő valóságosan egyé akar válni velünk, aki befogad engem. És itt ezt az evés képével szemlélteti az Úr Jézus Krisztus, amennyiben az étel, az a testünk részévé válik, úgy kell Krisztusnak is az életünk részévé lenni. Minden szükséges tápanyagot megad, sőt át is formál. Egyre inkább, aki Krisztussal táplálkozik, Krisztushoz válik hasonlóvá. De vajon táplálkozunk-e vele? Más dolog hallgatni, meg más dolog részesedni valamiben. Nem fordult veled elő, testvérem, hogy csak hallgattad az igét, de nem vált életed részévé az az ige, ami elhangzott. Jézus Krisztus életünk részévé akar lenni, és át akarja formálni a mi egész életünket. És tudjátok, a kenyér csak azt táplálja, aki azt meg is eszi. Nem elég ránézni. Nem elég megcsodálni. Elárulom nektek, mostanában a feleségem rákapott arra, hogy ő süti a kenyeret. Régóta van egy kis malmunk, úgyhogy vettünk tiszta búzát, ezt megőrli szépen, csinál öreg tésztát, és hát süti a kenyeret. Nem olyan régen mutatja, hogy nézd csak, milyen gyönyörűen sikerült ez a kenyér. Tényleg nagyon formás volt, hibátlan volt, gyönyörű volt. De én attól még nem laktam jó. Attól, hogy én gyönyörködök a kenyérben, hogy ez milyen formás, ez milyen jó, és milyen szépséges,
attól én még nem lakok jól. Azt meg kell emésznek kell enni, hogy az én éhségem az csillapodjék. Igen, kedves testvérek, hasonlóan Jézus Krisztusban nem csupán úgy gyönyörködni kell távol, hogy micsoda gyönyörű tanításai vannak, mert szép tanítása van, ilyen nem volt még a történelem folyamán, hanem életünk részévé akar lenni. Valahogy úgy, ahogy Pál apostol mondja, élek pedig többé, hogy van tovább? Nem én, hanem él bennem a Krisztus. Pál apostol evett ebből a Krisztusból? Evett, igen. És idáig kell minden hívőnek eljutni, testvérek, hogy élek pedig többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mindenkinek személyesen kell ezt elfogyasztani. Én nem ehetek a családom helyett. Nem mondhatom, feleségem, te dolgozzál csak nyugodtan, én majd helyetted is táplálkozom. Ugye ilyen nincsen? Hanem mindenkinek személyesen kell táplálkozni, enni ebből a kenyérből. Más helyet nem tudunk enni. Más helyette nem tudod Krisztust befogadni. Egyedül te vagy képes arra személyesen, neked kell Krisztust életeddé tenni, befogadni, hogy veled egyé legyen, életed urává. Jézus Krisztus ezekkel a képekkel próbálja megértetni, hogy ő mi is akar lenni számunkra. Aki nem eszi az én testemet, nem issza az én véremet, nincsen abban élet, mondja az Úr Jézus Krisztus. Aki nem táplálkozik ezzel az életkenyérrel, az tönkre megy. Még akkor is, ha külsőleg egyre jobban megy neki. Járhat Mercedes-szel, lehet gyönyörű palotája, mégis az élete tartalmatlan és üres lesz. Az a több hiányzik majd, amire azt mondja az Úr Jézus, hogy több az élet. Az Úr Jézus Krisztus, mielőtt elbúcsúzott volna tanítványaitól, megkérdezte tőlük, volt-e valamiben hiányotok? Volt-e valamiben hiányotok? És a tanítványok így felelnek, semmiben, Uram. Jézus Krisztusban minden megkaptak, amire szükségük volt. Ez a Jézus Krisztus tud megelégíteni téged is, engem is, mindannyiunkat. És gondolok arra is, testvéreim, hogy a haldoklónak nem finom falatokra van szüksége. Amikor valaki a halálos ágyán van, hiába mondom neki, hogy te olyan finom rántott húst készítettem, hogy az kiváló, pazar, gyere, egyéb belőle, vagy egyéb belőle, hozok belőle. Nem, neki nem az kell. A haldoklónak is az élet kenyére van szüksége. És hányan ott a halálos ágyon elégítettek meg ezzel az életkenyérrel. Isten neve legyen áldott ezért. Látjátok, meg van terítve az asztal az úrvacsorai közösségre. Szeretném azt mondani, hogy vannak, akik ebben a János Evangélium a 6. fejezetében is az úrvacsorai szereztetési igét látják. Az Úr Jézus az utolsó vacsorán szerezte az úrvacsorai szereztetési igéket, és adta a kenyeret, és adta a
bort. Itt egészen más a helyzet. Ez azért fontos, testvérek, mert az úrvacsora, meg a bemerítés, tehát ezek a szertartások, sakramentumok az, amely elválasztotta Isten népét a reformáció idején is egymástól. A nagyegyházak, akik manapság nagyegyházak, megmaradtak a gyermekkerességnél. Mi a hitvalló bemerítést hangsúlyozzuk. És úgy hisszük, ez a bibliai, egyrészt az, hogy hitvalló, aki hitéről vallomást tesz, és alámerítkezik ennek nyomán, az Isten népéhez tartozik. Másik az úrvacsora, amiben óriási különbség van az egyházak között, nézeteltérés, mind a mai napig a katolikus egyház János VI-ra is hivatkozva azt mondja, hogy az a kenyér, vagyis ostya, amit a pap megáld, és majd a pohár bor, amit be a pap iszik, az valóságosan Krisztus testévé átváltozik. Tehát ők azt vallják, hogy valóságosan a pap imádságára megtörténik a természet feletti csoda, hogy a kenyér és a bor átváltozik Krisztus testévé és vérévé. Manapság már inkább így mondják, ugye, hogy a feltámadott Krisztus testévé és vérévé. Luther Márton nem osztotta egészen ezt, de azt mondja, hogy Krisztus jelen van a szent jegyek mellett, fölötte, valahol ott van. Zwingli pedig azt mondta, hogy egy emlékvacsora, úgy, mint mikor egy férfi eljegyzi a menyasszonyát, és lehet, hogy évekig talán másút van, de az a gyűrű emlékezteti őt arra, hogy neki menyasszonya van, és a menyasszonyt emlékezteti arra, hogy neki vőlegénye van. A jegyek, Zwingli szerint, azt jelentik tehát, hogy egy emlékvacsora, emlékeztetnek, hogy Krisztushoz tartozunk. Az emlékjegyek, ha egy kémikus megvizsgálná, ugyanolyan kenyér, mint a többi. Kémiai összetétele nem változik, se a kenyérnek, se a bornak. Mégis emlékeztetnek bennünket Krisztus engesztelő halálára, hogy érettünk, meghalt, hogy mi üdvözülhessünk. Nem a kenyér változik át, meg a bor, hanem nekünk hívőknek kell változni egyre inkább Krisztushoz. Ha most előveszek egy 20 000-est, mondhatom azt, hogy ez a 20 000-es csak egy színes papír. Nem több. Mi adja az értéket annak a 20 000-esnek? Nem, de az, hogy aranyfedezet van mögötte? Aranyfedezet nélkül az csak egy színes papír. Mi adja az értéket a kenyérnek és bornak, hogy ott van Krisztus megtöretett teste, áldozatul, engesztelő áldozatul adott élete mögötte. És miközben magunkhoz vesszük lelkünkkel, Krisztussal egységet alkotunk. Krisztusé vagyunk. Közösségre lépünk vele. És Krisztus akar bennünket formálni ezáltal. A
Hívőknek sokszor az a bajuk, hogy úgy gondolják, hogy én már hívő vagyok, én eljárok a templomba, hallgatom az igét, kialakult egy életnormám, és nálam úgy minden rendben van. Testvérem, egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá formálódni. És kinek-kinek magának kell önvizsgálatot tartani, hogy nekem miben kell még formálódnom. Talán túlságosan sértődékeny vagyok. Egy-egy szó, kijelentés annyira meg tud sértődni, hogy egy évre is, vagy még attól is tovább hordozom magamba a sértő szót. Nem tudok tőle szabadulni. Vagy talán túlságosan hamar feldühödsz, ingerülté válsz. Ebben kell formálódnod. Vagy talán túlságosan hamar beszélsz másról. Kimondod a véleményedet másról, sokszor meggondolatlanul, alaposan vizsgálat nélkül. Testvéreim, lehet folytatni a sort, de pont azért úrvacsorázunk, hogy közben önvizsgálatot tartsunk, és próbáljuk megérteni, hogy mi is az az életemben, ami még nem elég Krisztusi, amiben változnom kell. És engedjük, miközben Krisztus magunkhoz vesszük, befogadjuk, hogy ő változtasson bennünket. Az úrvacsora amellett, hogy Krisztussal való közösség, egymással való közösség is. Testvérem, mi mindannyian Isten bűnbocsátó kegyelméből élünk. Itt nincs helye a gőgnek, mások lenézésének. Itt nincs helye annak, hogy én különb hívő vagyok. Te is, testvérem, ugyanabból a kegyelemből élsz, amiből én is élek, meg mindannyian élünk. Ezért foghatjuk meg egymás kezét, és ezért dicsérhetjük a mi Istenünket. Isten áldjon meg benneteket, hogy formálódjatok egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá, hogy Jézus élete legyen látható a ti életetekben. Amen.